Őterjedés bemutatása. Az előttem lévő eszközött két filmlemez, egy sötétebb, egy világosabb, viasszal szegek vannak rá erősítve, gyertya és tyúfa. Meggyújtom a gyertyát, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Ugye már egy szegle is esett. A sötétebb oldalról, egy a világosabb oldalról. Ugye várjuk meg még a többi szegek lepotyogását is. Ugye ez a gyertya is, tehát látható fényt bocsát, kiemelett hősugarakat is kibocsát. Ugye, hogyha a gyertya mellé teszünk a kezünket, ezeket a hősugarakat érezzük. A hősugarakat elnyelő test, tehát a hősugarakat a testek elnyelik, akkor ezáltal felmelegszenek. A sötétebb testek több hősugarat képesek elnyelni, mint a világosabbak, tehát ezért a sötétebb testek ugyanolyan hősugárzás hatására nagyobb mértékben melegszenek fel. Ugye azt várnak az elmondottak alapján, hogy a sötétebb fémlemezről hamarabb lepotyognak a szegek, ugyanis nagyobb hőmérsékleten melegszik át, ezáltal ugye a viasz megolvad a fémlemezen és elengedi a szegeket. Úgy gondolom, hogy ebből azért már levonhatjuk az általános következtetést, hogy ugye akkor a sötétebb fémlemez több hőt nyelt el, ezáltal jobban felmelegedett, mint a világos fémlemez, ezért engedte hamarabb a szegeket.